Szilvásváradon a Szalajka völgyben nem csak a nyári időszakban, hanem télen is van látnivaló. A természet ilyenkor más arcát mutatja, ezért is ad különleges élményt a turistáknak. A befagyott fátyol vízes és gyönyörű látvány nyújt az erdő mélyén, de emellett a kalapat kilátó a millennium tanösvény és az istálós kői ősember barlang is várja a látogatókat. Szilvásváradon a nyári hónapok számítanak főszezonnak, éves szinten több mint 600 ezer fő látogat el a településre. A vendégészakák száma eléri a 100 ezret, ami évről évre növekszik. A település vezetőségének célja, hogy ne csak a nyári hónapokban, hanem minden évszakban érkezzenek turisták a településre. Hogy maga a bükk, maga a szalajkövőgy, a település és a környezete egész évben csodálatos látványt tud nyújtani. Van akinek az ősz, van akinek a tavasz, van akinek a nyár jön be. Természetesen a tél is fantasztikus ezeken a helyeken. Próbálunk olyan látnivalókat, attrakciókat előtérbe helyezni, amelyek a szezonalitást csökkentik. Így például jó pár éve működik a szalajkövőgy bejáratánál egy sípályánk, felvonóval, hókezelőgéppel, hóágyúval. Az időjárásnak köszönhetően egy ideje már most is működik, várja a síelni tanulókat, különösen a családokat, hiszen a neve is család sípája. A településen a természeti kincsek mellett a Szilvásváradi erdei kisvasút is 250 ezer fős utas létszámot bonyolít le évente. Igaz, most a vonatok nem működnek, azonban február elején ismét elindulnak és várják az utasokat. Szilvásváradon a Lipicai Lovasközpont is állandó programmal szolgál a látogatóknak, a téli lehetőségek közül pedig az erdei tanösvények mellett a január elején nyílt sí és szánkópálya is várja a környékbelieket.